Ezekkel a képsorokkal vette kezdetét ma délelőtt a második regionális gazdaságfejlesztési fórum. A kezdeményezés azért indult el, hogy Kecskemét hosszú távon is vonzó életperspektívát nyújtson az itt lakóknak, a tartós letelepedést tervezőknek, és nem utolsó sorban a befektetői szférának. Négy munkacsoportban zajlik a munka a négy legfontosabb területen. Ezek a humán erőforrás fejlesztése, az infrastruktúra fejlesztése, a városi szolgáltatások fejlesztése és a KKV gazdaságfejlesztés témaköré csoportosul. És mindezeknek a elért eredményeit, illetve a jövő meghatározó gondolatait szeretnénk ismertetni. A fórum kezdetén Kecskemét polgármestere a városban zajló fejlesztésekről beszélt. Szemereiné Pataki Klaudia az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Mint fogalmazott, ha ez kitart, minden remény megvan arra, hogy Kecskemét megérje második aranykorát. 250 projektet vezetek én. Ez úgy, és ebben nincsen benne a gazdasági része, az ipar része, akikkel ugye hétről hétre egyeztetéseket folytatunk mindenkivel, és ennek a projektállománynak, csak az állomány nagysága, az most már meghaladja 300 milliárd forintot. És ugye emellett azért működik a városunk. A városvezető szerint még mindig folyamatos az érdeklődés Kecskemét iránt, ami nem kis feladatot és felelősséget jelent az önkormányzat, az intézmény és cégvezetők számára. A polgármester azt mondta, számít a fórum résztvevőinek nyitottságára, aktivitására, mert olajozottan csak akkor működik a fejlődés, ha mindenki azt nézi, miként mehetünk előre, nem pedig azt, miért nem működik valami. A Kecskeméti Regionális Gazdaságfejlesztési Fórumon beszámolt tapasztalatairól a Mercedes, a Neumann János Egyetem, a kormányhivatal, valamint a Phoenix Mekánó is. Valamennyien együttműködésüket hangsúlyozták, mert mint többen is megfogalmazták, Kecskemét fejlődése az egész megyére kedvező hatással van.